terrortámadásnak nevezte az orosz elnök a keddi moszkvai dróntámadást. Kijev tagadja, hogy közel lenne az incidenshez. Közben a Nemzetközi Atomenergia Hivatal elnöke arról beszélt, egy hajszál választja el a világot az újabb atomerő katasztrófától. Rendőrök szállták meg ezt a külvilágtól fallal és kerítéssel elzárt lakónegyedet kedden Moszkvában. Ukrán harci drónok csapódtak be itt, azok maradványai gyűjtik össze. Mindannyian idegesek vagyunk, nem tudjuk, mit évők legyünk, mondja egy helyi férfi. Ez Moszkva legdrágább kerülete, sok politikus és üzletember él itt. A kijevi rezsim terrortámadást hajtott végre Moszkva térségében 8 drónnal, hangsúlyozom, polgári célpontok ellen. Tájékoztatott a részletekről a védelmi miniszter kedden. Elmondta azt is, a 8 távirányítású repülőből 5-öt a légvédelem megsemmisített, 3-at pedig irányíthatatlanná tett. Ezek zuhantak lakott területre. Mihal Kopodolják tagadta, hogy Ukrajnának köze volt a keddi dróntámadáshoz. Volodymyr Zelenszkij elnök tanácsadója arról beszélt, az ukrán hadvezetés a megszállt területek felszabadítására összpontosít, és azzal van elfoglalva, hogy az oroszok légicsapásait kivédje. Terrortámadásnak nevezte a Moszkva elleni dróntámadást az orosz elnök is, aki arról beszélt, az ukrán rezsim civilek elleni csapásokkal reagál az oroszok katonai akcióira. Így akarnak félelmet kelteni a polgári lakosság körében. De én emiatt nem aggódom, inkább az aggaszt, hogy válaszreakciót akarnak kiprovokálni tőlünk, mert nem csak itt próbálkoznak, hanem van egy másik, ennél nagyobb kockázat is. Az elnyomó kijevi rezsim megpróbálja szabotálni a zaporizsiai atomerőmű működését, de akár egy piszkos bombát is bevethet, mondta az orosz elnök. Zaporizsjáról volt szó az ENSZ-ben is. Európa legnagyobb atomerőműve hónapok óta orosz fennhatóság alatt van. Többször heves harcok dúltak a környéken, de senki nem vállalt felelősséget az erőmű közelében becsapódó rakétákért. Mindkét fél a másikat hibáztatja. A Nemzetközi Atomenergia Hivatal elnöke megint arra figyelmeztette a közgyűlést, a világot egy hajszál választja el a katasztrófától. Eddig 7-szer kapcsolódott le teljesen az energiahálózatról az erőmű, legutóbb épp egy hete. 7-szer fordult elő, hogy a reaktorok hűtőrendszere csak a dízelgenerátorokról tudott üzemelni. Önök is tudják, ez az utolsó védelmi vonal, ami a rendszer összeomlása ellen véd. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy eddig elkerültük az atomkatasztrófát, mondta Grossi, majd felszólította Oroszország és Ukrajna képviselőit, hogy azonnal vessenek véget az erőmű közelében zajló harcoknak.